teljes szakításra, úgynevezett kemény Brexitre készülnek a britek. Theresa May miniszterelnök minapi bejelentése alapján. Pál Mónika külügyi szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miben különbözik a kemény Brexit az eddigi várakozásoktól? Bevallom őszintén, hogy most egy új kifejezést kell megtanulnunk szerintem, mert se nem kemény, se nem pruha Brexit. Ez a legradikálisabb szakítás az Európai Unióval, amit el lehet képzelni, és Theresa May azt mondja, hogy ez egy tiszta lap. Nem használja azt, hogy kemény Brexit. Hát még a keménynél is keményebb. Én azt gondolom, hogy ez az, amit Nigel Farage és az UKIP párt, tehát a radikális szakítás hívek álmaikban álmodtak, hogy egy ilyen kemény, az egységes piacból kilépő Nagy-Britannia lesz majd a referendumnak a végeredményeképpen az új modell. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy meglepetés, de ez egy nagyon érdekes fejlemény, hogy ilyen keményen fogalmazott Theresa May. És pont az a Theresa May jut el idáig, aki egyébként eredetileg nem támogatta a kilépést. Pontosan így van. Van, akik azt mondják, hogy a tollát, ennek a nagyon, azt gondolom, hogy történelmi beszédnek, amit hallottunk néhány napja, én azt gondolom, hogy ez a Lancaster House-i beszédként fog elhíresülni, és a vége már szinte Churchill-i vagy Thatcher-i magasságokban hallottuk kifejteni a nézeteket. Azt gondolom, hogy például Boris Johnson vezette a kezét, vagy igazán azok az euroszkeptikusok, akik tőlük talán tart, hogy megbuktathatják. Tehát az euroszkeptikusok és a kilépésnek a hívei azok, akik itt most nagyon sokat nyernek, és talán még azt hozzá kell tenni, hogy ez nem annyira egyértelmű ez a beszéd. Leverte a cölöpöket, de nagyon sok tartalmi homály van. Ha néhány hónapja azt mondtuk a népszavazás után, hogy konstruktív káosz van, azt lehetne mondani, hogy konstruktív homály. Akkor beszéljünk először a cölöpökről, és aztán a homályról. Beszéljünk a cölöpökről. Az biztos, hogy az egységes piacot el szeretné hagyni Nagy-Britannia, viszont egy olyan szabadkereskedelmi egyezményt szeretne kötni, ami a legszélesebb mértékben hozzájuttat kedvezményekhez brit üzleti köröket és az egész brit gazdaságot. Másrészt egy szelekciót látunk, a Vámuniónak, ez nem egészen világos, hogy nem szeretne lenni a Vámunió része, de bizonyos iparágaknak, mint például az autóipar, szeretne Vámuniós kedvezményeket elérni. Erre mondja Muscat, ugye a máltai miniszterelnök, hogy nem lehet mazsolázni, vagy nem lehet mindenből a legjobbat, egyértelművé kell tenni, hogy a tagsággal bizonyos kötelezettségek járnak, és világossá kell tenni, hogy milyen modell lesz az, amit Nagy-Britannia követ. És azt gondolom, hogy elméletileg, vagy hogyha egy kicsit politika elméleti szempontból, vagy az Európai Unió története szempontjából nézzük ezt a beszédet, elmondhatjuk, hogy ez lesz a differenciált integráció egyik nagyon szép esete. Differenciált integráció. Tehát egy olyan újfajta keretbe fog kerülni Nagy-Britannia, ami szerintem nem volt még, ami elképzelhetetlen. Tehát nem idáig használt modelleket látunk, hanem egyfajta csipegetést. És ez nagyon sok területen meg fog mutatkozni, nem csak a gazdaság területén. Mondok egy példát, ha lehet. Ha a vámuniót bevezetik, ugye az azt jelenti, hogy belső vámok nincsenek, nem csak, hogy belső vámok nincsenek, hanem egy közös külső vám létezik, akkor az is felmerül, hogy ha vitás esetek vannak az Európai Unió és Nagy-Britannia között, mi fog történni, hogyha Nagy-Britannia nem fogadja el az Európai Unió igazságszolgáltatását? Mert ugye erről is van szó, hogy a Luxemburgi Európai Bíróságnak nem kíván már Nagy-Britannia a hatása alatt lenni, tehát önállóan kívánja a jogrendszerét meghatározni. És ez volt az egyik fontos érv, amiatt, amellett, hogy el kell hagyni a belső piacot is egyébként, mert hogy aki annak tagja, az nem vonhatja ki magát a bíróságot. Pontosan, tehát egyrészt gazdasági, másrészt ugye ilyen szoftos vagy nemzeti szuverenitással kapcsolatos, nem anyagi vagy nem materiális érvek vannak nagyon komolyak, tehát az, hogy visszakapni a döntés jogát, a szabadkereskedelem is tulajdonképpen ezt jelenti, hogy ahogy Theresa May fogalmazott, egy bátor és globális hatalommá tenni, azt gondolom, hogy újra, nem csak úgy simán Nagy-Britanniát, tehát én azt gondolom, hogy valamiféle nosztalgia, vagy hát csúnya ilyet mondani, de egyfajta birodalmi szerep, vagy globális szerep az, amit újra el szeretne játszani Nagy-Britannia. Birodalmi szerepet birodalom nélkül eljátszani. Ez pontosan így van. Én azt gondolom, igen.
Igen, bocsánat, közben vágtam, így van? Teljesen így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy lehet-e egy igazi globális játékos Nagy-Britannia, akinek a kereskedelmének a nagy része ideig az Európai Unióval folyt. Ha megnézzük azt, hogy például a külügyminiszter Boris Johnson most Indiában van, vagy Theresa May egyik első útja Kínába vezetett, egészen világos, hogy Nagy-Britannia csápjait a globális piacra teszi rá. De ezek a kereskedelmek idáig nem voltak olyan jelentősek, ezért is akarnak megszabadulni a szabad kereskedelem által, vagy az Európai Uniótól, hogy ezeket fejleszik. Persze, az Indiával való kapcsolat mindig is különleges volt, épp az egykori gyarmatbirodalom okán. Ami az uniós kereskedelmet illeti, ott pedig azért voltak erős állításai, mondatai Theresa Maynek, aki amikor arról beszélt, hogy eltanácsolná az uniós vezetőket attól, hogy valami fajta példastatuálás legyen Nagy-Britanniával, hogy másnak elvegyék a kedvét a kilépéstől, akkor azt mondta, hogy pont a kereskedelemben, hogyha velük nagyon kemények, akkor annak az Európai Unió gazdasága is milyen nagy kárát látna, hiszen ők piacként fontosak az uniónak. Ez valóban így van, ez nem is olyan bújtatott fenyegetés volt, de szerintem, hogyha azt mondjuk, és ezt mondtam az elején, hogy ez egy konstruktív homály, akkor azt is meg kell mondani, hogy ha nem kereskedünk kifejezetten csak az Európai Unióval, akkor mi az az alternatíva? Én itt fűzném azt hozzá, hogy nagyon szép a kilépés, és nagyon sokaknak vonzó, de mindig meg kell mondani, hogy mi az alternatíva, és ezt még nem látjuk. Egy nagyon fontos fejlemény, ami azt gondolom, hogy hozzásegítette Theresa May-t ahhoz, hogy ilyen kemény legyen, és ilyen határozott legyen, az pedig a Trump elnökségnek a bejövetele, hiszen Trump egyértelműen a Brexitet, és kimondhatjuk azt, hogy példátlan módon, történelmileg 1945 óta példátlan módon az Európai Uniónak a tulajdonképpen szétesését vizionálja, és bátorítja szinte azt, hogy országok lépjenek ki, és kövessenek egy olyan modellt, amit ő szeretne, a nemzeti szuverenitás, az önállóság modelljét. Ez nagyon érdekes, hogy ez miért érdeke Európának. Mi az a konstelláció, ami meg fog változni Európa és az Amerikai Egyesült Államok, vagy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszonylatában? Mit szól mindez a brit közvélemény? A legutóbbi felmérések szerint úgy néz ki, hogy még jobban euroszkeptikus, tehát olyan 60%-on lenne a kilépés támogatók száma, de és itt egy nagyon fontos dolgot meg kell jegyezni. Nagyon keveset beszélünk a belpolitikáról, de ugyanolyan fontos a skótokról és főképp az északírekről. Ez a két országrész, vagy ez a két nemzet a bennmaradásra voksolt. A skót miniszterelnök egészen világossá tette, hogy nem kerülhető el szerint egy második referendum, hát hiszen semmit nem kapott. Hát azt mondta, hogy ha puha lesz a Brexit, akkor elkerülheti, de nem lett puha, sőt. Igen, először azt gondolta, hogy a bemaradás nagyon fontos, és írt a skót kormány egy nagyon komoly anyagot tett le az asztalra múlt év végén, amiben hosszú oldalakon keresztül amellett érveltek, hogy csak az egységes piacban maradás, tehát egy soft Brexitet tartanak elfogadhatónak. Theresa May annyi engedményt tett, azt gondolom, a beszédében, hogy kifejtette, hogy be lesznek vonva a tárgyalásokba a skótok, megpróbálnak egy puha határt az ír köztársaság és Észak-Írország között teremteni, de nem biztos, hogy ez elégséges lesz ahhoz, hogy, és ezt megkockáztatnám, hogy ne essen esetleg szét az Egyesült Királyság. Hát nagyon izgalmas lesz, hogy mi történik a következő időszakban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Híradó következik, utána térjenek vissza hozzá, Hiller István lesz a híradó utáni vendégünk.